A Györffy István katolikus általános iskolában is elkezdődött a leendő elsősök beiratkozása. Kovács Miklósné igazgatót arról kérdeztük, hogyan zajlik most ez a rendkívüli helyzetben. Az iskola időben kihirdette a szülőknek, hogy milyen módon lehet beiratkozni a leendő első osztályba. Két módot jelöltek meg, a fenntartó lehetőséget adott arra, hogy személyesen is megjelenhessenek a szülők, illetve online módon is megtörténhet a beiratkozás. Rendkívüli helyzetben, rendkívüli módon zajlik a beiratkozás. Két héttel ezelőtt kihirdettük a szülőknek, hogy milyen módon lehet beiratkozni a leendő első osztályba a 2021-22-es tanévre. Két módot jelöltünk meg, hiszen a fenntartó is lehetőséget adott arra, hogy személyesen is megjelenhessenek a szülők és beiratkozhassanak, illetve online módon. Mi ezt mind a kettőt meghirdettük a szülők körében, akik személyesen szeretnének beiratkozni, azoknak időpont egyeztetésre volt szükség, és 15 perces időközönként érkeznek a szülők a beiratkozásra. Dicséretes, hiszen mindenki pontosan érkezik, és 15 perc elegendő is ahhoz, hogy a beiratkozás megtörténjen. Természetesen a szigorú járványügyi szabályokat betartjuk, mindenki maszkban érkezik, és azokat a dokumentumokat, amelyeket most elveszünk a szülőktől, azokat egy külön nejlontasakba gyűjtjük, és akkor azokat az iratokat majd pihentetjük egy darabig, mielőtt feldolgozzuk. A másik módja a beiratkozásnak az pedig online úton történik. Egy úrlapot készítettünk az iskolának a honlapján lehet elérni. Itt ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolniuk a szülőknek, mint amit itt személyesen. Annyi a különbség, hogy itt nem kell a szülőknek a dokumentumokat feltölteni, ez majd egy későbbi időpontban kerül sorra. Akkor, amikor már személyes találkozás is létrejöhet, ez pedig majd szeptemberben, illetve bízunk abban, hogy amikor ami a szülőértekezletet tervezzük, ez június 2. hetében, akkor már talán személyesen is találkozhatunk. Természetesen ez a járványügyi helyzetnek a függvénye lesz. A beiratkozáshoz, a gyermek személyi azonosításához szükséges iratokra van szükség. Lakcímkártya, személyazonosító vagy személyigazolvány, illetve az óvoda által kiállított oktatási azonosítószám, illetve ha van valamilyen szakértői véleménye, azt is be kell mutatni. Ezeket a különleges bánásmódot igazoló dokumentumot kell most itt bemutatni, hiszen fontos az, hogy az iskolának az alapítókiratában szerepeljen ezeknek a gyerekeknek az ellátásához szükséges kód. Megkérdezik a szülőket arról is, hogy igénylik-e a napközit, hiszen az iskolában a nagy többség alsó tagozatban igényli ezt. Itt megkérdezzük a szülőket, hogy igénylik-e a napközit, hiszen nálunk az iskolában a szülőknek a nagy többsége az alsó tagozatban igényli a gyermek számára a napközit. Ez annyit jelent, hogy amikor vége van a délelőtti tanítási óráknak, akkor szabadidős foglalkozás tartanak a napközis nevelők az ebédig. Ebéd után még, hogyha van a tanulási idő megkezdéséig, akkor egy újabb szabadidős foglalkozás következik, majd 2-től 4-ig pedig megcsinálják a házi feladatokat, gyakorolnak, felzárkóztatnak, tehetséget gondoznak a napközis kollégák, és így úgy mehetnek haza a gyerekek 4 órakor az iskolából, hogy a házi feladat, az írásbeli az biztos, hogy készen van. Mennyiségileg is, minőségileg is ellenőrzik a kollégák, de a mennyiségi az kötelező, és természetesen az én kollégáim azért a minőségre is odafigyelnek, és akkor, ha hazaérkeznek a gyerekek a szülőkkel, akkor már egy kis gyakorlásra kell esetleg időt fordítani, de egyébként a tananyagot megtanulják az iskolában a gyerekek, felkészülnek a következő órára. Most még nem tudni, hogy hány gyermeket íratnak be, de 2 osztályt terveznek 25-25 fős létszámmal. Az osztályfőnök Dícsei Erzsébet és Szabó Edit tanítónő lesz. 2 osztályt szándékozunk indítani, és hál' Istennek az előzetes bejelentkezések alapján úgy tűnik, hogy ez a 2 osztály el fog indulni. 25 fős létszámokban gondolkodunk, és reményeim szerint el is tudjuk indítani a 25 fős osztályokat. 2 osztályfőnöket mutattunk már be, Dícsei Erzsébet kolléganőmet, illetve Szabó Edit kolléganőmet, ők lesznek a 2 első osztálynak az osztályfőnökeik.